Yeah.
Nézzük az igéket. Az első ige, az 1 Timóteus 3. rész, 15 és 16. verse, így mondja. Kérlek, írjátok le, és otthon nagyon kérlek benneteket, hogy nézzétek át újra ezeket az igéket. Így szól az ige. De ha késném, tudd meg, hogy mi módon kell forgolódni az Isten házában, amely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. És minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka, Isten megjelent testben, megigazított lélekben, megláthatott angyaloktól, hirdetett a pogányok közt, hittek benne a világon és felvitetett dicsőségben. Nézzük meg a Zsoltárok 44:21-et. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, és kiterjesztettük volna kezünket idegen istenekhez, nem de kifürkészte volna ezt az Isten? Mert ő jól ismeri a szívnek titkait. Mondjuk el együtt. Mert ő jól ismeri a szívek titkait. Még menjünk tovább az igékben. Jób könyve 12. rész, 22. verse, így mondja. Ő feltárja a sötétségből a mélységes titkokat, és a halálnak árnyékát és világosságra hozza. Ilyen a mi Istenünk. Dániel könyve 2. rész 28. verse így folytatja. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lészen az utolsó napokban. A te álmod és a te fejed látás a te ágyadban ez volt, és aztán sorolja. A Rómaiakhoz írott levél 2. rész 16. vers pedig ezt a részét világítja meg, így fogalmaz az ige, azon a napon, amelyen Isten megítéli az emberek titkait, az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Tehát a Jézus Krisztus egy olyan Isten, mondjatok egy áment, ha így hiszitek, aki az emberek titkait ismeri, és meg is fogja ítélni. Mondhatnám, hogy Isten előtt nincs titok. 1 Korintus 4:5. Azért idő előtt semmit se ítéljetek, míg el nem jöjjön az Úr, aki az egyrészt világra hozza a sötétségnek titkait, másrészt megjelenti a szívnek tanácsait, és akkor mindenkinek Istentől lészen dicsérete. Dicsőség az Úrnak. Istentől lészen dicsérete. Testvéreim! A titkokról szeretnék beszélni. Ugye a titkok világa egy nagyon-nagyon fontos világ, és elmondhatjuk, hogy ennek két oldala van. Az egyik oldala a titkoknak az Isten oldalán van. Isten országában nagyon sok olyan titok van, amelyet mi még nem ismerünk. Mondtok egy ámen. És nagyon sok olyan titok van, amit Isten nekünk ki akar jelenteni. Csak egyetlen egy dolgot hagy mondjak el most itt az elején, hogy gondolj vissza mondjuk 2, 3, 4, 5 évre vele ezelőtt, mikor még nem tértél meg, gondold végig, hogy gondoltad volna, hogy itt ülsz egy gyülekezetbe? Gondoltad volna, hogy szeretni fogod az Úr Jézus? Gondoltad volna, hogy Isten látást ad az életedről, és teljesen új céljaid lesznek az életbe, és teljesen megváltozik az életed? Ez egy titok volt akkor. Isten ezt tudta, hogy ez így lesz ma, 1 éve, 2 éve, 3 éve, amikor megtértél, de neked akkor az egy titok volt, és olyan csodálatos, hogy miután megismerted az Istent, megnyílt a lehetőség számodra, hogy azokat a titkokat megismerjed, amit Isten neked akar kijelenteni. Többek között megismerjed az életed titkait is, minek hívott el Isten, mire szánt téged, Isten milyen ajándékokat adott neked, mi a terve veled, az életednek az értelmét, a gyermekeidnek az elhívását, minden is sorba titkok, titkok. Arról ne is beszélve, hogy az Isten igéje is tele van titkokkal. Hányan vettétek észre, hogy vannak olyan részek a Bibliában, ha a Szentlélek nem könyörül rajtunk, nagy bajba vagyunk. De olyan csodálatos, hogy eljött a Szentlélek, ő írta a Bibliát, hányan mondtok ámen, és ő kijelenti a titkokat nekünk, hogy értsük az írásokat. Tehát egy része a titkok birodalmának Istennél van. Egy részét ki fogja nekünk jelenteni, más részét pedig nem fogja. Hogy mondjak egy példát, olyan csodálatos az, hogy az Isten nem jelenti ki azokat a bűnöket soha, amit egyszer megbocsájtott. Halleluja! Dicsőség Istennek! Tehát nem fogok ott állni a mennyben, és sorolják a sumákságokat, meg minden ilyen dolgokat, amiket az emberek nem is tudtak, de én elkövettem.
ilyen-olyan beszédek, cselekedetek, nem fogják a mennybe sorolni. Hányan mondtak egy amit? Nem fogják sorolni, mert ez egy titok marad, elmegy a feledés tengerébe, Isten soha meg nem emlékszik róla, és Isten ott fogja tartani, és ezek a titkok nagyon jó, ha titkok maradnak, és ezért nagyon fontos, hogy ha valakiről valamit tudsz, valami bűnt követett el, de az Isten neki megbocsájtott, az maradjon titok. Tehát a titkokhoz való hozzáállás nagyon-nagyon, majd meglátjátok, hogy mennyire szorosan összefügg a Szentlélek munkájával. Egyrészt, ahol a Szentlélek munkálkodik, a titkokat Isten kijelenti, másrészt pedig ott tartja a feledésben azokat a dolgokat, amiket Isten nem akarja, hogy soha megemlékezünk róla. Hát, nagyon fontos az, hogy ne emlékezzél meg soha arról, hogy te ne emlékezzél meg arról a régi vádlásaidról, kárhoztatásaidról, ahol az ördög kárhoztatott és vádolt téged, mert Isten már neked megbocsájtott és szeret téged. Aztán vannak olyan titkok, amik azért nincsenek kijelentve, mert észrevettétek-e, hogy bizonyos dolgokat csak akkor lehet megérteni Istenből, Istentől, ha közel megyünk hozzá. Tehát én nem olyan régen utaztam a déli bábos hortobágyon. És a déli bábos hortobágyon, ugye gémes kutak vannak, ugye ez a jelképe a hortobágynak, és van, amikor olyan meleg napok vannak, mint most éppen a mostani, ahogy a déli báb ugye működik, az egy gémes kutat 3-4-5-nek meg 6-nak is látod. De amikor elindulsz a pusztán át, és odaérsz, kellő távolságban észreveszted, hogy csak egyetlen egyről van szó. Ez egy titok marad az életedben, ha nem mész közel. És ugyanígy van az életünkben sok mindennel, ha kellő közelségben megközelítjük Istent, megértjük a valóságot, az a valós igazságot. És nagyon sok titok azért nincs kijelentve, mert ehhez közelebb kell jönnöd, mondj egy áment Istenhez. Nem fogod messziről meglátni. Nem fogod észrevenni, mert ahhoz közelebb kell kerülni. Még a fizikai szem is így működik. Hogy bizonyos dolgokat nem lehet messziről tanulmányozni. Nem lehet meglátni, közel kell menni. Nagyon-nagyon fontos. Közel menni. Azután nagyon fontos része a titkoknak az emberek világa. És egy kicsit nézel ide a szemembe, igen, neked is vannak titkaid, meg nekem is. Valljuk be őszintén. Az emberek életében vannak titkok. Mi csináltunk, kik vagyunk, honnan jövünk, stb. Sok olyan dolog van, ami titok, és mi emberek is tartunk titkokat, és ennek egy része nagyon jó, ha titok marad. Például a magyaroknál az a szokás, hogyha oda megyünk egy testvérnőhöz, és azt mondjuk neki, testvérnő, most elmondok neked valamit, nem rólad van szó, elmondok neked valamit, de ez maradjon köztünk, mert ez titok, akkor másnap fenn van a Facebookon. Valahogy a magyarok félreértik, mire azt mondjuk, hogy ne mondd el, ő azt érti, hogy mindenkinek mondd el. Hányan mondtok áment, hogy amikor a testvérek megosztják a belső dolgaikat, az életüket, a titkaikat, az nem arra való, hogy kibeszéljük. Mert az ránk bízták, és azzal meg lehet egy ember szégyeníteni, meg lehet alázni, meg lehet terhelni, és összetörik a szíve, mert megbotránkozik az emberekben. Megbízott benned, kiszolgáltatta magát neked, az egy olyan titok, amit Isten azért bízott rád, hogy Jézus vére alatt legyen, és az ne legyen soha kibeszélve. Hányan imádkoztok néha azért, hogy a pásztor ne beszéljen ki egy titkot se? Én sok mindent tudok. De nyugi, nem beszélek. Mert megtanultam, hogy Isten, amikor rám bíz embereknek a titkát, az életét bízza rám. És azt meg kell becsülni, azt nem kell szabad kihasználni, és te becsületes ember kell, hogy legyél. A férjednek, a feleségnek a titkát nem beszéljük ki, így van. Nem beszéljük ki avatatlanoknak, testvéreknek, akárkinek, mert azt az embert szeretjük, és nem akarjuk kiszolgáltatni őt ilyen helyzetnek. Emlékeztek, hogy a József, amikor a Mária várandós lett a Szentlélektől, titokba tervezte, hogy elbocsátja Máriát, mert nem akarta kitenni az emberi nyelvek rágalmának. És akkor jött az angyal, és mondta, hogy ne félj magadhoz venni Máriát. Nagyon-nagyon fontos. Tehát egy része az embereknél is nagyon jó, hogy titokba marad. A másik része viszont az embereknél nagyon fontos, hogy napvilágra kerüljön. Ugyanis
olyan titkok, amelyek, és szeretnék egy felsorolást tenni, mert nagyon fontos, hogy ezek elhangzanak, hogy miről is van szó. Olyan titkokról van szó, amelyek tönkretesznek téged, felőlik az erődet nap, mint nap, olyan nyomás alá helyeznek téged, és olyan nehézségek alá helyeznek téged, és folyamatosan utánad nyúlnak, beteggé tesznek, és folyamatosan az életedet mérgezik. Vannak ilyen titkok. És amikor a Szentlélek eljön egy ember életében, és ha azt akarjuk, hogy a Szentlélek tartósan ott maradjon az életünkben, a titkokra szükségünk van. Egyrészt, nagyon fontos, mondjál legyen ment, ha így hiszed, nagyon fontos, hogy kijelentse Isten a neked adott információkat, amire szükséged van. Ezért ugye vegyük komolyan a Szent Lelket, mondtuk, és vegyük komolyan azt, amit Isten nekünk mond a Szent Lélek által, mert azok nagyon fontos információk arra, hogy mi növekedni és fejlődni tudjunk, mert Isten lelke nem abban a programban dolgozik, amit mi adunk neki, hanem Istennek a lelke abban a programban dolgozik, amit ő ad nekünk. Ha akarjuk, hogy tartósan működjön a Szentlélek az életünkben, át akarjuk neki adni magunkat, akkor azt a programot, azt a tervet kell végrehajtani, amit a Szentlélek akar. Hányan jártatok már úgy, hogy terveztetek valamit, gondoltatok valamit, aztán a Szentlélek megérintette az elméteket, megérintette a szíveteket, és utána az ember engedett az Isten lelkének, ami nem az volt, amit ő tervezett, és mindannyian tudjuk mondani, áldott legyen az Úr neve, hogy ő jobbat, szebbet hozott ki belőle, mint amit gondolt. Nagyon fontos. Másik oldalról pedig nagyon fontos, hogy a Szentlélek előtt ne legyenek titkaink. Ha azt akarod, hogy a Szentlélek áradjon az életedbe, akkor ne legyenek a Szentlélek előtt titkaid. Na most egy nagyon furcsa helyzetben vagyunk, ugyanis Isten minden titkot lát. Nem azért kéri Isten, hogy ne legyenek titkaink előtte, mert nem látja azt, ami van az életünkben és a szívünkben, hanem azért akarja, hogy mi ezt kimondjuk és elmondjuk neki, hogy együtt működjünk vele az ő szabadításában és az ő gyógyításában. Ezért, amikor Isten nem szól éveken át egy olyan elrendezetlen bűn, egy olyan cselekedet, egy olyan dolog miatt, ami ott van titokként az életedben, és megmérgezi az Istennel való kapcsolatodat, akkor az azért van, nem azért van, mert nem tudja, hanem azért van, mert azt várja, hogy te bizalommal jöjj hozzá, és kinyissad az életedet, és együtt dolgozzál vele. Ugyanis két akadálya van a Szentlélek munkájának az emberek életében, ami nagyon fontos. Az egyik tehát, ha nem veszik komolyan a Szentlélket, a másik pedig az az, ami nagyon fontos, hogy az emberek féltve, őrzött, elrendezetlen bűnöket és titkokat hordoznak magukba, ami az életüket mérgezi. Ha azt akarjátok, hogy a Szentlélek tartósan működjön az életünkben, akkor Isten előtt nem lehetnek titkaink. Ha be akarjátok fogadni a Szentlélket nap mint nap azt akarjátok, hogy Isten lelke működjön és cselekedjen az életetekben, akkor egy bensőséges, őszinte, nyitott kapcsolatra kell törekednünk az Istennel. Mindent meg kell vele beszélnünk, és meg kell engedni azt az életünkbe, hogy amikor a Szentlélek eljön egy Isten tiszteleten, vagy amikor imádkozunk és keressük az Urat, meg kell engedni, hogy a legféltebb titkainkhoz is hozzáférjen. Kevés áment hallottam pedig. Ugye azt mondtátok, hogy szeretnénk tanulni, hogyan bocsátjuk az életünket rendelkezésre, hogyan adjuk át a Szentléleknek. Ez nagyon fontos, hogy a Szentlélek nem egy magic, egy varázslat, egy show műsor. Amikor a Szentlélek eljön, akkor érezzük az ő jelenlétét, tapasztaljuk az ő jelenlétét, de tudod, mire vágyik a Szentlélek? Ő egy építő mester. Ő szeretne bemenni az életed legmélyebb helyeire. Mondja egy ámen. Szeretné megérinteni az életednek azokat a területeit, ahol soha nem járt még Isten. Szeretné napvilágra hozni azokat a titkokat, amelyek téged beteggé tesznek, sorvasztanak, ölnek és pusztítanak, és a legelső dolog, hogy oda szeretne menni. És nagyon sok keresztény ma szeretné, ha Isten kívülről érinteni, a Szentléleknek meg a legnagyobb vágya, hogy végre belülről érintsen. Ezért, amikor valaki titkolózik Isten előtt, és mindig azt mondja, Istenem, éríts meg ma, éríts meg Uram, töltsél be, egy idő után a Szentlélek belefárad ebbe. Mert ő építeni jött. Ő azt akarja, hogy először is oda megy a fák gyökeréhez,
és oda megy azokhoz az indítékokhoz, oda megy azokhoz a cselekedetekhez, amiben még soha nem mondtad el Istennek őszintén, Uram, én ezt valamikor ezt tettem, ezt csináltam, ez az egész életemet befolyásolja, ez rányomta a lelkemre a bélyegét, de most én napvilágra hozom előtted, és elmondom, Uram, gyógyíts meg. És a Szentlélek ezt célozza. És ez a kettősség van a keresztényekben, hogy az egyik része a keresztényeknek kívülről akarja érezni a Szent Lelket, és hányan mondtok egy áment, hogy nagyon fontos, hogy ránk szálljon Istennek a lelke, hányan mondtok ámen, jöjjön minden Isten tiszteleten, hányan szeretitek a Szent Lelket, hányan örültök, hogy nem aludtok el az Isten tiszteleten, nem fáradtok bele, nem egy vallásos alkalomra jöttetek, a pásztor is normálisan beszél, élő üzenetet ad. Ez a Szent Léleknek köszönhető. De a másik oldal nagyon fontos, hogy miután kimegy Isten szava, a Szent Lélek be fog menni a féltett, őrzött életedbe. Be fog menni azokra a helyekre, amiket eddig te kontrolláltál. Be fog menni azokra a helyekre, ahol olyan események, dolgok vannak, amit még soha nem adtál át Istennek. És azt mondja, az kell nekem. És itt sok keresztény azt mondja, na ebbe a szobába nem lépsz be. Egy példát hogy mondjak el, valaki elmondta egy igehirdetésben, és nagyon megragadta a szívemet ez a példa. Volt egy ember, aki befogadta Jézust a szívébe, és hazament, egy három emeletes háza volt neki, és miközben elfogadta Jézus személyes megváltójának, akkor az egyik alkalommal éjjel, mikor aludt, ő fölment az emeletre, betörte az ajtót, kirabolta a házat. Reggel fölébredt az emberünk, és azt mondta, Jézus, itt vagy a házamban, itt vagy az életemben, a szívemben. Hogy nem vetted észre, hogy betörő járt a házamban, amíg én aludtam? Azt mondja az Úr, én nem aludtam, én láttam mindent. De akkor miért nem cselekedtél? Azért, mert nem adtad át a házadat nekem. Ja, akkor átadom, mondja az emberünk, azt mondja, Jézus, van egy három emeletes házam, akkor én átadom neked az alaksort. Legyen a tied, Uram, és kérlek szépen, hogy őrizd meg az egész házamat. Örülsz, hogy a tied az alakszor? Jézus nem szólt egy szót sem. Másnap megint elaludt, jött újra a betörő, és kirabolta a maradék részeket is. Nagyon felháborodott az emberünk, és azt mondta, hát Jézus, hát hogy ezt már? Tegnap megegyeztünk, odaadtam a házam egy részét is neked. És egyáltalán, ez annyira kiábránító, hogy nem segítesz rajtam. Csak az Úr azt mondta, még mindig nem adtad át a házadat nekem. Akkor leesett neki, ja, biztos a földszint kell neki, mert ott van a bejárat. Átadta a földszintet is Jézusnak, és amikor átadta, megint újra megismétlődött a dolog, ami után összetörve letérdelt az Úr előtt, Uram, hát akkor mit akarsz? Mikor fog ez a helyzet megoldódni? Mikor fog segíteni? Azt mondja, amikor a házadat átadod nekem, akkor Uram, ez azt jelenti, hogy az egész házad? Igen, ezt már jó lett volna az elején is, hogyha leesik. Átadta az egész házat, az egész életét, mert ez volt neki a kincse. Ez volt a féltve őrzött kincse, amit nagyon szeretett. Ez, amit ő nagyon dédelgetett, ez, és az Úr oda szeretett volna beköltözni, és átadta. És amikor átadta az egész házat az Úrnak, lepihent, másnap megint jött a betörő. És feszegette az ajtót, és az Úr kinyitotta az ajtót, és a betörő nézte, elnézést, eltévesztettem a házat. És soha többet nem törtek be. Mert valamit átadott, amire Istennek szüksége volt, valamit átadott, amit mindig csak magának tartott meg, valamit átadott, ami neki nagyon fontos volt, az egész életét. És az a ház, tudjátok, hogy az életünket jelképezi. Mindegyiknek több szintje van. Ott van a testi, a lelki, a szellemi életünk. Nem tarthatunk meg semmit sem. Isten szent lelke jogot formál arra, hogy ő bemenjen, és azokat a részeket fogja először megérinteni, ahol még soha nem engedtük Istent. A kedvenc bűnöket, a titkos dolgokat, az elrendezetlen dolgokat, azokat az eseményeket, amiket a múltban követtünk el, de soha nem hoztuk nyilvánosságra Isten előtt. Isten azt várja, hogy egy nap, mikor leszáll a szent lélek, akkor végre kinyissuk a szívünket, és azt mondjuk, Jézus, a teljes életem a tiéd, és oda mész benne, ahova akarsz, azt fogod megérinteni, amit akarsz, és én bármilyen titkot hozol fel Szentlélek az életembe, mert Isten a féltve őrzött titkokat napvilágra hozza. Miért nagyon fontos ez? Most itt az egyik, egy-két férfi testvér néz rám, én nagyon bosszusa.
Azért fontos az Istennek a titkok, hogy megalázzon bennünket? Azért fontos, hogy a titkok a elrendezetlen, sötét, mély, kikutathatatlan indítékaink és bűneink napvilága jöjjenek Isten előtt? Azért fontos, hogy minket manipuláljon? Nem. Azért, hogy meggyógyítson. Mert a Szentlélek nem tud maradandóan ott maradni egy ember életébe, hatékonyan, hogyha nem a láthatatlan életet érinti meg. Hányan tudjátok, hogy igazából az ember élete, cselekedetei azon múlik, hogy hogyan gondolkodik belül, mi van a szívében belül, onnan indul ki az élet. És hogyha Isten a belső életünket nem tudja kitakarítani, nem tudja megérinteni, nem tudja formálni, akkor a Szentlélek egyszerűen föladja az életünkbe, és azt mondja, hogy nem tudok maradandó változást hozni, mert a titkok elválasztanak Istentől. A titkok megmérgezik a kapcsolatot. Nem tudom, hogy itt vannak-e, így vannak-e a házaspárok, de az én feleségem például ragaszkodik ahhoz, hogy semmilyen titok ne legyen előtte. Bármikor benenéz a telefonomba, bármikor megnézi a kütyüjeimet, bármikor beleolvas a leveleimbe, ez nekem teljesen természetes, mert nincs titkom előtte. Mert egy boldog kapcsolat, ahol árad a szeretet, a titkokkal nem működhet. Ha titkolózik egy házaspár egymás előtt, ha titkolózik, és van egy belső szféra, amit nem árul el soha, és van egy másik élete, amit nem osz meg soha a másikkal, akkor az a házasság tönkre fog menni, megmérgeződik és beteg lesz. És ugyanígy van Istennel is. Amikor megengedjük, hogy a Szentlélek azokat a dolgokat, például, hogy mondjam, nem olyan régen jött hozzám egy testvér, és azt mondja nekem, hogy 20 éve küszködök az irigységgel. Én meg nem gondoltam arra, hogy ő irigyen be. Azt mondom, hogy hogy? Azt mondja, édesapám volt olyan ember, aki mindenkire irigy volt, és én örököltem. De keresztényként megtanultam, hogy senki ne lássa ezt az életembe, de amikor láttam más embereknek az áldását, egy-két napom nagyon rossz volt azután. Azt mondja, egy idő után elnyomtam magamba ezt az érzést, megtanultam azt megvallani hitbe, hogy ez nincs, de igazából én soha nem tudok örülni az az igazságpásztor, amikor embereket látok új ruhát venni, új ezt, azt, amaszt venni, áldást kapni, akkor én igazából rosszul érzem magam, mosolygok a gyülekezetbe, de otthon nagyon rosszul érzem magam. Úgy érzem, hogy én egy semmire való ember vagyok, mert ő kapott, én meg nem. Mondom neki, hogy 20 évig rejtelgetted ezt a titkot. 20 évig a Szentlélek nem tudott hozzányúlni ehhez a titokhoz az életedbe. Nem tudta kivedni az anyától, apától örökölt örökségedet. Nem tudta megérinteni azt a természetet, ami miatt te egy boldogtalan keresztény életet éltél emiatt, mert igazából egy keresztény ember örül, amikor a másik embert Isten megáldja. Annyira, ti higgyétek el, hogy sok esetben jobban örülök, ha mások kapnak áldást, mint ha én kapnék. Annyira jó együtt örülni azzal, akiket Isten megáld. Meg olyan jó együtt érezni mások nyomorúságával, nehézségével, és nem megvetni, mert a másik oldalról meg úgy szokott lenni, hogy vannak olyan emberek, akinek tele van a szíve gonoszsággal, például mindenféle ítélgetéssel. Tehát az ítélgetés is egy olyan titok, hogy egy ítélkező személy, hogy a gyülekezetben, a hétköznapi életben nem mer mondani semmit, de a lelke mélyén mindenkit megítél, és ha bárkivel valami rossz dolog történik, mindig azt mondja, hogy megérdemelte. Az ilyen keresztény soha nem lesz boldog. És a Szentlélek nem fog tudni maradandó munkát végezni az életébe, mert ott van egy titok az életébe, hogy egy kőkeményen ítélkező ember. Pedig idő előtt ne ítéljetek meg semmit. Ezt olvastuk. Hányan jártatok már úgy, hogy amikor valakinek az életébe történt valami negatív, és netalán előtte a lábatok újjára lépett, akkor azt mondtátok, megérdemelte, az Úr megbüntette. Tudtam is, hogy eljön egyszer az ítélet az életével. Szeretem amúgy, de megérdemelte. Isten ezeket a titkokat ismeri. És azt mondja, ha egy fukar ember vagy, egy irigy ember vagy,
egy ítélkező ember vagy, titkos bűneid vannak, olyan dolgokat művelsz, amit senki nem tud, de az Isten minden lát, akkor meg akarja érinteni a Szentlélek az életedet. És ne akarjál a Szentlélekkel egy bensőséges kapcsolatot, hogy nem engeded meg a titkokat az életébe, mert a Szentlélek szereti a titkokat. Az első, hova megy. Képzeljétek el, egyszer vendéget fogadtunk Amerikából, és nem volt időnk kitakarítani, és a spájzba behaingáltunk mindent. Nektek elmondom, mert ti nem mondjátok ezt senkinek. Az első, hogy oda nyitott be. Hát nem tudom, mert szinte megérezte. Azt mondja, hol van a toalett? Kinyitotta, kiborult az összes. A téli maci, meg mindenféle, mindent behaingáltam, szőnyeget, minden. Kinyitott a szekrényt, majdnem alászorult a sok lomnak, alatta maradt a sok, és úgy, de szégyeltük magunkat. És akkor elterveztük, hogy vagy kitakarítunk normálisan ezután, hogy megmondjuk neki, hogy oda ne menj. De évek során már rájöttem, hogyha az ember vendéget fogad, akkor a legjobb, az ember akkor boldog, ha nincsenek titkai. Bárhol mehet, bárhol benyithat, megtettük, amit meg kell, tiszták vagyunk, dicsőség az Úrnak, és örvendezünk, hogy fogadhatunk egy vendéget. Nem rettegünk, hogy mikor hallja meg, hogy mikor hallja meg, hogy hogy veszekedünk a hálószobába. Mikor fogja meglátni, hogy milyen koszos ez, meg az, meg a lakásunkban. Mikor? Így nem lehet boldogan élni. Így a Szentlélek nem tud áradni. Így az történik, hogy időnként könnyít rajtunk, és leveszi rólunk a feszültséget, de maradandó változás nem jön a titok miatt, mert ez a titok megöl téged. Megöli a kapcsolatodat Istennel, folyamatosan szennyezze az életedet, folyamatosan mérgezze az életedet, és egyébként te nem is ilyen ember lennél a valójában, hanem egészen más, a szabad lennél ettől a titoktól. És az Úr ma azt mondja, hogy én meg akar szabadítani a titkoktól. Azoktól a titkoktól, amit még soha nem engedtünk meg Istennek. Olyan szégyenletes dolgoktól. Nem tudom, hogy miért kell ezt elmondanom. Amerikában is elmondtam, de valaki felé szól a Szentlélek, mert Isten nem gyönyörködik a te vergődésedbe. És a Szentlélek nem csak kívülről akar megérinteni, és néha könnyíteni rajtad egy-egy istentiszteleten, hanem szeretne maradandó változást hozni az életedbe. Ez a titkokon múlik. Oda adod a titkokat a szívedbe. Istennek. Kinyitod előtte a titkokat. Elmondod, és nem szégyeled. Hányatoknak van olyan kapcsolata Istennel, hogy semmit nem szégyeltek az Úr előtt elmondani? Ez az első lépés. De én tudom az igazságot, hogy vannak olyan keresztények, hogyha vétkeznek, akkor inkább a szőnyeg alá söprik a dolgot. Különösen, hogyha emberekkel is kéne rendezni a dolgot, a szőnyeg alá söprik, halogatják, kifogásokat keresnek, és ebből lesz egy olyan állapot, hogy annak a személynek a jelenlétében nem szeretnek azután majd lenni. Szerintetek hogy tud áradni a Szentlélek egy olyan közösségbe, ahol titkok vannak egymással? Hogy itt a gyülekezetben mosolyogtál a testvérre, de hazamentél, és amikor kinyitottad a szádat, igazán akkor mondtad el a véleményed. És az a vélemény egyáltalán nem egyezett azzal a véleménnyel, amit itt mondtál a gyülekezetbe. Ilyen titkokkal nem lehet élni egy boldog kapcsolatban egy gyülekezetben. Isten azt akarja, hogyha valaki vétkezett a másikkal szemben, baja van a másikkal szemben, gondja van a másikkal szemben, akkor menjen oda, és béküljön meg vele, próbálja meg elrendezni ezt a dolgot, mert ha ez titok marad és elrendezetlen marad, ez meg fogja ölni a munkáját a Szentléleknek az életébe, és mi lesz? Nem érzem jól az élet gyülekezetben magam. Miért? Mert már három emberre van haragos viszonyom. Isten azt mondja, hogy ezeknek a titkoknak napvilágra kell jönni. Ezeket a titkokat el akarom rendezni. Ezeket a dolgokat meg akarom gyógyítani, hogy repüljél a gyülekezetbe, és szeressed a testvéreidet, és vágyjál itt lenni, és ne rettegél, hogy odaül mellém, akkor mi lesz. Mert az az Isten humorérzéke, hogy mindig melléd ülteti azt, hogy a közeledbe, és nem tudsz felszabadulni, pedig imádnád az Urat, és ott van előtted az a testvére. Pontosan azért van ott, mert az Úr küldte oda. Már 3 éve küldi oda, hogy menj oda és öleld át, és mondd. Hogy olyan csúnyán beszéltem rólad egy ismerősünknek a hátad mögött, de most bocsánatot kérek, bocsáss meg nekem, irigy voltam rád, vagy haragudtam rád, bocsáss meg nekem, többé nem hurcolom ezt a titkot, mert megöli a munkáját a Szentléleknek. Beszennyezi. Mindig sumálkolok, hogy ki ne derüljön.
Egy keresztény embernek hogy kell forgolódni az igazságoszlopai között? Emlékeztek, hogy mi volt a legelső igény? Tanuld meg a titkot, hogy hogyan kell forgolódni az Isten egyházában, ahol az igazság oszlopai vannak. Mi nem úgy forgolódunk az Isten egyházába, hogy képmutatókká válunk. Nem úgy forgolódunk, hogy megtanulunk mindig elleplezni dolgokat, hanem az igazság között hogy kell forgolódni? Hogy megnyitjuk magunkat az igazságnak, és odaengedjük a legféltettebb titkokba az életünkbe a Szent Lelket. És ha így forgolódol az Isten egyházába, egyre tisztább, őszintébb leszel, és egyre szabadabb leszel, mert semmi nem fog terhelni, amikor Isten lelke árad. Az Isten egyházában nem az a titok, hogy úgy kell forgolódni, hogy elleplezzük a dolgokat az életünkbe, hanem úgy kell forgolódni, hogy megengedjük az igazságnak, hogy szabaddá tegyen bennünket. Amikor Amerikában ezt az ige hirdetést kaptam, akkor a Szentlélek szinte sírt, amikor ezt lediktálta az életembe. Azt mondta a Szentléleket, azt mondta a Szentlélek, engem azért akarnak az emberek, mert jól érzés, amikor jövök. És azt mondta a Szentlélek, nekem pedig nagyon rossz érzés, hogy amikor érinteni akarom az életükbe a titkokat, az elrendezetlen dolgokat, a soha meg nem érintett dolgokat, mindig rátoknak a kezembe, és azt mondják, menj innen Szentlélek. Pedig én azért jövök, mondja a Szentlélek, hogy mélyen ható dolgokat érintsek. Hogy megérintsem az indítékokat az emberekbe. Hogy miért csinálja ezt, miért mondja ezt, miért viselkedik úgy, ahogy viselkedik. Mert van egy titok az életében, ami még soha nem volt elrendezve. És hogyha odaengednénk a Szentlélekkel, akkor a Szentlélek megmarad az életünkben, a Szentléleknek a munkája erőteljes marad az életünkben, és áradni fog, és nem csak időnként, 2-3 havonta egyszer fogjuk kívülről érezni a Szentléleket, hanem itt marad, és hatalmas munkát végez az életünkben. Isten előtt semmilyen titok ne legyen. Mert ezek a titkok megmérgezik, megterhelik az ember életét. Ezekkel a titkokkal együtt nem lehet hosszú távon élni az igazság gyülekezetén. Nem lehet. És minél inkább kiárad a Szentlélek, annál inkább kellemetlenül fogja az ember érezni magát, mert tudja, hogy bűnös. Hányan tapasztaltátok, hogy amikor igazán jön a Szentlélek, akkor az elrendezetlen dolgokat rögtön napvilágra hozza, és tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Hányan olvastátok, hogy amikor a Szentlélek eljött és kiárad, az emberek maguktól mondták, hogy bűnösek vagyunk, mit kell cselekedni? Mi voltunk azok, akik megöltük az Isten fiát? Mi voltunk, akik keresztre feszítettük? Nem magyarázkodunk többé. Mit csináltuk? Mi vagyunk ezek? Gyilkosok vagyunk, mondták az akkori emberek. Most de mit cselekedjük? És azt mondták, hogy gyertek, térjetek meg. Gyertek és beszéljétek meg Istennel. És ők elmondták, Jézus, előtte az én fiamat gyógyítottad meg. De a tömeg, mikor ordított, hogy feszíts meg, én is beálltam. És én is ordítottam, hogy feszíts meg. Én voltam az Jézus. És akkor hallottak egy szelíd hangot, jött a Szentlélek, szeretlek, megbocsájtok. Emlékszel, hogy a kereszten te érted imádkoztam? Atyám, légy irgalmas ezeknek a bűnösöknek, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. És tudod, mit csinált Isten? Átölelte őket. Végre nem titkolóztak előttem. Végre bevallottátok, hogy milyenek vagytok. Végre elmondtátok, hogy mi a titkotok. Végre nem hordoztátok ezt a nehéz terhet, hanem megengedtétek, hogy megszabadítsalak bennetek. És az Úr levette a terhet róluk, bemerítkeztek, és a Szentlélek mit csinált? Rájuk szállt és betöltötte őket. Ott maradt az életükbe, és hatalmas munkát végzett, és boldog. Elkétette őket, mert kiszabadította a titkokból, mert az igazság oszlopai között titkok nélkül kell forgolódni. Még egy példát hadd mondjak, mert lassan befejezem. Volt egy ember, aki megtért, és az egész életében lopott. Annyi mindent lopott össze, hogy a házában szinte alig volt egy-két dolog, amit ne lopott volna. Ugye a vállalattól lopta az anyagokat, még a bejárati ajtót is lopta. És azt mondta neki, miután megtért a Szentlélek, hogy ami mozdítható a házba is loptál, menj és vidd vissza, onnan elloptad. Ez nagyon nehéz állapot, mert a mai emberek nem értik, hogy mit akar a Szentlélek. Ő azt hitte, hogy ezt nem fogja tudni megcsinálni, és nem is akarja, mert ez egy óriási botrány, hiszen őt úgy ismerik, hogy ő egy rendes ember.
De tudod, mit csinált a Szentlélek? Végül szeliden beszélt a szívéhez, és egyszer emlékszem, megfogta megfogta az egyik széket, amit szintén egy kertből lopott el, és visszavitte az az emberhez, és mondta neki, hogy emlékszel, az a te széked, de én loptam el. Azt mondja, te voltál, azt mondja, össze-vissza kerestük, mindenkire gondoltunk, csak te rád nem. Hogy, de miért vitted el, stb. Azt mondja, figyelj, én megtértem, elfogadtam az Urat, én nem tudok ezzel a titokkal élni. Nem is akarok, és nem is tudok. Én leleplezem magam. Én nem fogok ezzel játszani. Én Isten gyermeke vagyok. A Szentlélek jött az életembe, és azt mondta, fiam, ne élj ezzel a sötét titokkal, vidd vissza. Visszavitte, odaadta, ez az ember megbocsájtott, visszaadta neki a széket, mondta, legyen tied. És így járt nagyon sok mindennel az életébe, de utána, amikor az utolsó dolgot is visszavitte, felszabadult az élete, és olyan boldog keresztény lett, amit el se tudott gondolni. Nap mint nap jött a Szentlélek. Őrizte, védte, táplálta, kijelentéseket adott neki. Nem csak kívülről néha az Isten tiszteleteken áradt a Szentlélek az életébe, hanem minden nap beszélt hozzá. Úgy beszélgetett a Szentlélekkel az az ember, mint te meg én. Olyan bensőséges kapcsolat is. Minden. Az üzleti életben megbeszélt utána minden. A család életben megbeszélt Istennel minden. De tudod, Isten nem akar velünk tárgyalni addig, amíg mi szabjuk meg, miről beszélünk. És azt mondja, hagyd szabjam meg én, hogy miről beszélünk, és meglátod, hogy a javadra lesz. Mert napvilágra hozom a féltett bűneidet, napvilágra hozom az elrejtett dolgaidat, napvilágra hozom, és megmutatom neked, hogy mindig is tudtam. És az utolsó példa. Gyerekként többször gondoltam azt, hogy édesapám nem tudja azt, hogy megint rosszat csináltam. Édesapám azt mondta egyik alkalommal, fiam, a gyufához hozzá ne nyúj. Édesanyám eltette ezt a gyufát, és engem nagyon érdekelt a tűz. Különösen nagyon-nagyon vonzott az, hogy hogy lehetne azt meggyújtani, és nagyon érdekelt, hogy egyszer én is kipróbáljam, hogy milyen a tűz. És emlékszem, hogy nem voltak otthon a szüleim, elloptam a doboz gyufát, és próbálgattam. És utána eszembe jutott, hogy valamit meg kellene gyújtani. Meggyújtottam. Meg is gyulladt sok minden, és hazajöttek a szüleim. Én mindent elrendeztem, elgerebéztem, és amik megsemmisültek, megégtek, azokat a szemétbe kidobtam, és teljes kínosan néztem, hogy nehogy rájöjjenek. És egyszer édesapám odajött hozzám, és azt mondta, fiam, nem akarsz nekem valamit elmondani? Belenéztem a szemébe, és tudtam, hogy tudja. Apa, tüzeskedtem. Meggyújtottam, elégett a szemétlapát is, meg a seprő is. Azért nem találod már egy hete. Azt mondja, apa, fiam, tudtam. Csak vártam, hogy mikor mondod el. Apa, miért nem mondtad el hamarabb? Azért, mert akartam, hogy őszinte légy. Te a fiam vagy, és ne legyen titkod előttem. Tudjátok, az a két hét, az brutális volt. De utána odamentem, átöleltem édesapámat. És olyan jó kapcsolatban éltem vele, hogy ez boldoggá tett engem. Hogyan akarunk titkokkal jó kapcsolatokat? Hogyan akarunk, hogyha a Szentlélek nem nyúlhat hozzá? Hogyan akarjuk, hogy a Szentlélek jöjjön, de ne is érintsen semmit? De tudjad, a Szentlélek legelsősorban a szív féltett titkait érinti meg. Ő nem a felületet fogja kapirgálni. Ő nem az érzéseket fogja elsősorban szponzorálni, hanem megy a féltett titkokhoz. És tudjuk, ha látta volna, hogy mit nézek az interneten. Látta. Ha hallotta volna, hogy hogy beszélek a testvéreimről. Hallotta. Ha látna, hogy milyen gondolatokkal van tele sokszor a gondolatom, hogy szinte megölnék embereket a dűtől, annyira haragszok rájuk. Tudja. De ma van a napja annak, hogy szabaduljunk a titkoktól. És ma a mai Isten tiszteleten tegyük meg az első lépést. Én garantálom nektek, ha megteszitek az első lépést, és azt mondjátok ma a Szentléleknek, hogy Szentlélek, nem lesznek titkaink előtted, bármivel belenyúlhatsz, bármit napvilágra hozhatsz, akkor a Szentléleknek a munkája ott marad nálatok. És ez a lépés csak az első lépés. Mert nagyon sok mindenben Isten nem egy csapásra cselekszik, hanem lépés.
Lépésről lépése fogja elfoglalni az életedet. Először csak az egyik területet érinti meg, amit már nagyon régóta takargatsz. Még egy példa csak ráadásként. Volt egy idő, amikor én nagyon jó embernek tartottam magam. Mondom, volt egy idő, hogy mennyire jó keresztény vagyok én, mennyire jó, én Magyarország legáldottabb pásztora vagyok, nem is értem, hogy az emberek hogy nem jönnek erre rá. És egyszer a Szentlélek oda jött hozzám, amikor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon össze voltam törve, mert sok gondom volt, és nehézségekben voltam, és vártam, hogy Isten segítsen rajtam. És imádkoztam, és azt mondta a Szentlélek egyszer egy ilyen állapotomban, József, van egy gondod, amit nagyon szeretnék megérinteni. Ha te ideadod nekem azt, én megérintem azt, amit kérsz. Megegyeztünk? Na jó, mondtam, igen, csak még nem tudtam akkor azt, hogy mire gondol. Ide adnád a büszkeséget az életedbe, mert olyan büszke ember vagy, mint senki a környéken. Fontosan erről beszéltem. És akkor összetörtem Isten előtt, és lepergett az életem. Szituációk peregtek le, események peregtek le, hogy én hogy beszéltem emberekkel, hogy viselkedtem. Összetörtem Isten előtt. Uram, tényleg, ott is büszke voltam. Ott is büszke voltam. Amott is büszke voltam. Szinte alig van az elmúlt időszakban egy-egy pillanat, amikor nem büszke voltam. És azt mondja az Úr, én ezt tudtam, de most már örülök, hogy odaengedtél az életedbe, és én most megszabadítalak téged. De jó volt, amikor a mester ezt a titkot elvette. És az volt a legnagyobb fizetség, amikor az egyik ember odajött hozzám egyszer, és azt mondta nekem, pásztor, te megváltoztál. Hát mondom, hogy? Azt mondja, olyan alázatosabb lettél mostanában. Ó, Istenem! Ha tudták volna, hogy milyen büszke ember voltam. És most? Nem a büszkeség, a nagy képviség, mert a nagy teher, az megöli a kapcsolatokat, az nem szereti a testvéreket. Ó, de nagy szeretetet kaptam én a testvérek iránt. Ó, de várom, hogy minden alkalommal eljöjjek ide az Isten tiszteletre. Jaj, de szeretem én az életgyülekezetet, és senkit nem nézek le ezután. Mert megláttam saját magamat, a titkot, hogy milyen ember vagyok én. És az Úr megszabadított, és most már bárkivel tudok testvérként együtt élni. És ha látom, hogy vétkezik, vagy, akkor nem megvetem, ítélgetem, hanem mit csinálom? Próbálok imádkozni, vagy segíteni, valahogy segíteni rajta. És ez sokkal nagyobb öröm és boldogság, mint hazamenni és bosszankodni, hogy milyen ez a gyülekezet, milyen emberek járnak ebbe a gyülekezetbe, nem is méltók hozzánk. Mi? Örülök, hogy elfogad ez a gyülekezet engem. Így boldogabb vagyok. És a Szentlélek árad. Hányan vágytak, hogy így legyen? Ha nincsenek titkok, árad a Szentlélek.